Kedves gyerekek, ma én fogok nektek mesét olvasni, a könyv címe pedig nem más, Egyik kutya, másik is, Nagy Bandó András a szerzője. Három kutyusról fogok nektek mesét olvasni. Az elsőt a kubaszról. Ázsiából érkeztem a magyarokkal, sülve főve, összenőve a juhokkal. Marha csordát pásztorolok profi módon, mi a fenét csinálhatnék, ez a dolgom. Pásztorok közt én vagyok a legismertebb. Bizonyítom nektek is, ha megismertek. Őrzök, védek, és a család ápol. Jó a gazdám, nem veszíthet vagyonából. Bátor vagyok, nem mondhatják, a mimóza. Szép a bundám, tegnap lettem kihipózva. A Shiba Inu. 4000 éves japán vagyok, szenvedélyesen vadászgatok, medvekomára, apró vadra, vaddisznóra, kismadarakra. Vigyél magaddal, meg fogsz szokni. Tanulj meg tőlem mosolyogni. A tacskó. Nekem csak 4 rövid láb jutott. El sem esek, ha elájulok. Fűszállak karcolják hasamat, egy könyv se fér el e has alatt. Számomra nincs szűk rókaudú, becsúszom, s indul a háború. Kinyúlva alszom minden éjjel, elférek papucsot fejében. S bár csak ez, ahova beférek, e házban akármit elérek. Ha akarom, fürdök a kádban. Pohóccá lettem a családban. Aki nagy, arra sem haragszom. Este megjövök, persze, faxon.